A radioaktív hulladékfeldolgozó és tárolóban egy nemzetközi felülvizsgálatnak köszönhetően egy biztonságnövelő program keretében úgy határoztak, az ott lévő hulladékokat kitermelik, újra kompaktálják, majd elhelyezik ismételten a tárolóban. Bátalpátiban a kis és közepes hulladékok elhelyezése történik. A föld alatti tárolókban az egyes kamra telített, a kettes kamrára várják a hatóság engedélyét, miközben a hármas kamra technológiai rendszerének képítése megkezdődött a szerződések előkészítése zajlik. Bodán továbbra is folynak a kutatások. A cél egy olyan terület kijelölése, amely egy esetleges mégeológiai tároló kialakítására alkalmas, így a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése megvalósulhatna. Bara László a kiégett kazetták átmeneti tárolójáról adott összefoglaló képet. Társulás elnöke is összefoglalta a TEIT 2019-es mozgalmas évét. E társulásunk is részt vett Pécsen az Atomeko 2019 rendezvényen, ahol megújítottuk az együttműködési megállapodásunkat az orosz partnerrel, valamint Gáncs István alelnök úr egy előadást tartott a -e lakossági tájékoztatásról a társulásunk nevében. A teit fontosnak tartja azokat a lehetőségeket, ahol tájékoztatást kaphatnak a nukleáris létesítményekről. Így aztán nekünk is ugye az írót sajtóban és a média felületeken korrektet tudjuk tájékoztatni a lakosságot. Nagyon fontosnak tartjuk, hiszen az atomerőmű mellett természetesen egy nagy aktivitású átmeni tárolóról beszélünk, ami felfenszíni tároló, de nyilván ezek olyan dolgok, amiről a lakosság nagy része tud, de van olyan mindig, amit folyamatosan kell ismételni. Tehát az a terítnek nagyon fontos az, hogy a kiégett fűtőanyagok, kazettákat hol tárolják, hogyan állnak ezek a, a tárolási mechanizmusok milyen fejlesztésekről van szó, és ha éppen nem is történik aktuálisan változás, akkor is legalább erről kell tájékoztatni a lakosokat.